Boldog karácsony, srácok! Igen, újra elérkeztünk ide, újra itt van a karácsony, sokan itt vagytok még, nagyon sokan jöttetek újak, úgyhogy mindenkinek boldog karácsonyt, és örülök, hogy még mindig ezt a csatornát követitek, újak, örülök, hogy itt vagytok, és akkor jöjjön egy kis ajándék videó, hogyha már tavaly is csináltam, és a tavalyiban valami olyasmiről beszéltem, hogy a karácsony érdemes eltölteni egy olyan személlyel, akit igazán szeretünk, és értékeljük, és hasznosnak véljük, hogyha mellettünk van az életünkben, mert tanulni tudunk tőle, vagy akármilyen támogatást is tud nekünk nyújtani, és mi is tudunk neki nyújtani. És az idei karácsonyi ajándék videóban egy kicsit más dologról szeretnék beszélni most. Most is persze mondhatom azt, hogy töltsd a karácsonyt valaki, akit szeretsz, és rész az életednek, fontos rész az életednek. De most úgy gondolom, hogy beszéljünk egy kicsit egy más ajándékról, mégpedig önmagunk megajándékozásáról. Azért hónapok alatt, amíg újra eljutottunk ide, hogy karácsony, ebbe az új évbe, új régi évbe, rengeteg levelet kaptam, és valamilyen szinten részese lettem az életetekben folyó eseményeknek, hiszen sok levelet írtok, és leírjátok, hogy éppen ez történik, az történt, hogy éppen valaki ebből szerzett ötöst, valakinek ez sikerült a munkahelyén, van blablabla, bla, bla, tehát így jönnek a részinformációk. Nem hiszem, hogy mindenki le akarja írni, hogy éppen ez történt vele, csak úgy beleszövődik a szövegbe, és jó látni, hogy aktívan csináljátok, amit csináltok, úgyhogy a mostani karácsonyi videó az arról szól, hogy állj egy kicsit, és ajándékozz meg magad. Ajándékozz meg magad azzal, hogy leállsz 5 percre, van ez a 3 napod, beleülsz egy karosszékbe, és elkezdesz gondolkodni. Gondolkodsz azon, hogy hová tartasz, és mit értél el, és hogyha elérted azt, amit szerettél volna, akkor nyugodtan vállon veregetheted magad, és vehetsz magadnak egy ajándékot, mert az embernek szüksége van arra, hogy megjutalmazza magát, hogy egy ajándékot vegyen magának, és hogyha elérted azt, amit akartál, vagy tudod azt, hogy hova tartozok, hogy érdemes egy kicsit, főleg, hogyha elérted azt, amit szerettél, ha elérted idén a céljaidat, felvettek az új suliba, jobb munkát kaptál, több fizut kaptál, gyerekeidnek megadtad azt, amit szerettél volna, és a többi, a szüleid elégedettek veled, szóval valami olyasmit elértél, amit úgy gondolod, hogy egy kihívás, egy cél volt az életedben, és ezúton is biztatlak, hogy nyugodtan törjél sokkal magasabb célokra, és ne gondold azt, hogy bárki bárhol megállíthat téged, és főleg ne gondold azt, hogy az az ember, aki azt mondja, hogy hülye vagy, ez neked úgysem menne, na ő végképp nem állíthat meg téged. Még akkor is, hogyha a leglogikusabb érvekkel támasztja alá, hogy neked miért nem menne az a dolog, mert menne az a dolog. Szóval, hogy az ember igazából is úgy van tervezve, hogy bármit el tud érni, hogyha szeretne. Aki nem hiszi el, az csak nézzen körül egy kicsit a világban, hogy milyen fantasztikus dolgokat értek el az emberek már eddig, és ki tudja, hol van még a vége, úgyhogy bármelyikőtök lehet az, aki tényleg véghez vihet egy fantasztikus dolgot, úgyhogy ezért érdemes leállni egy kicsit karácsonykor, egy kicsit megnyugodni, végig gondolni a terveket jövő évre, hogy mi hiányzik, még mi kell, vagy esetleg milyen újat szeretnél csinálni, azért most, mert szilveszterkor mindenki halálra issza magát, és akkor nem emlékszünk semmire. Úgyhogy karácsony tényleg egy olyan pillanat, ahol valahol az emberi lélek érzi, hogy meg kell egy kicsit állni, és végig kell gondolni azokat a lépéseket, amelyek várnak rám abban a bizonyos következő évben, és aki még odáig is elmegy, érdemes levetni őket egy papírra, hogy lássuk későbbiekben is, hogy követni tudjuk azt a bizonyos célt. A másik része ennek a videónak az pedig az ajándék, amit te tudsz adni másoknak, és itt most jön egy lényeges információ, tehát minden ember valahol egy értéket hordoz magában, és minden ember hordoz egy tehetséget, úgyhogy úgy gondolom, hogyha valamiben jó vagy, és ettől valakinek
változtatni tudsz az életén, az alól, hogy boldogabb legyen, hogy könnyebb legyen, hogy jobb legyen neki valamilyen szinten is az élete, akkor a te életed már nem elvesztegethet. Szóval, hogy tudom, aki képes adni mindabból, ami neki van, és nem pénzre vagyonra gondolok itt feltétlenül, hanem valami tudásra, az annak az élete már többet ér, mint sok másik emberé. Hogy miért nem például vagyonra gondolok itt? Nagyon jó például, hogyha oda jön hozzám egy ember, és azt mondja, látom neked, most kell pénz, figyelj, adok neked 10 millió forintot. Nem fogom azt mondani, hogy nem, hát persze, 10 millió forint, kinek nem millió jó, de még mielőtt ideadja azt a pénzt, vagy miután ideadja a pénzt, hadd üljek le vele legalább egy órát beszélgetni, és mondja el nekem, hogy kell 10 milliót csinálni, hogyan csináljak én 10 milliót. Mert hiába ad nekem 10 milliót, ha nem tudok bánni a pénzzel, ugyanúgy el fogom költeni másnapra. Szóval inkább mondja el azt, hogy hogyan kell megtartani pénzt, és hogyan kell csinálni egy újabb 10 milliót, mert akkor igazán változtatott az életemen. Szóval remélem értitek, hogy mire gondolok, mi lehet a te ajándékod esetleg mások számára. Gondold végig azt az embert, aki már többször fordult oda hozzá, és megkérdezték, te figyelj már, hogy kell ezt csinálni, mert látom, hogy ez neked megy. És te azt mondtad, hogy nem, hagyjál már békén, neked nem magyarázom el, akkor fordíts egy kicsit a gondolatmeneteden, és segíts annak az embernek, mert ő majd segít valaki másnak, és ő lehet, az a valaki más lehet, hogy neked fog tudni segíteni valamiben. És ez nem segítség igazából, ez egy információ, egy adatmennyiség, egy valami, amitől te lehet, hogy későbbiekben el tudod érni a célodat, és így állunk mindannyian együtt, egy kapcsolatban. És ja, ez lenne a lényeg is információ, mert az az ember, aki nem akarja átadni tudását, ezáltal jobbá tenni embertársai életét, arról úgy gondolom, hogy hát nem is tudom, hihetetlen arrogánsnak kell lenni ahhoz, hogy egy ilyet megengedjünk magunknak. Szóval úgy gondolom, hogy a nem szabad megtartani magunknak a titkokat. Tehát ha van egy tudás, mivel másnak az életét szebbé teheted, akkor tedd, mert elképesztő jutalom jár érte. És lehet, hogy ezt már nem először halljátok tőlem, vagy másoktól, de ezt nem hiába halljátok, mert ez tényleg így van, valahogy visszaüt, és duplán üt vissza. Nos, ennyi lett volna a kis karácsonyi üzenetféleségem, és még egyszer boldog karácsony nektek, szeretteiteknek, és ja, új évkor jön majd egy másik videó, amiben megosztok néhány statisztikai adatot, mert úgy gondolom, hogy ez rátok is tartozik, hogy hova fejlődünk a mi kis közösségünkkel, és hogy mi történt a csatornámon az elmúlt években, úgy az elmúlt évben legalábbis. Úgyhogy még egyszer boldog karácsonyt, remélem tetszett az a kis apró üzenetem, és ja, sziasztok!